Hölgyeim és uraim, kedves televízió nézők, nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket Hangvilla című zenei érzékenyítő magazin műsorunkban. Én bízom benne, hogy ahogy azt az előző vagy az azt megelőző héten is, sokan vannak velünk most is, figyelik a műsort, és talán Önök is szeretnének minél többet megtudni a zenéről, a zenében résztvevő hangszerekről, vagy éppenséggel a zenei stílusokról. Tartozom Önöknek egy hiánypótlással. Ebben az adásban, az előző kettőben, és majd a következő adásokban is, az első mondjuk úgy, hogy adásainkban a jazz zenekar, illetőleg a jazz zene kerül az előtérbe, egy remek jazz formáció, vagy hívjuk őket most jazz zenekar előadásában. Ők egyébként a műsor házigazda zenekara, a Gorzium Művészeti Szakgimnázium tanári zenekara. Ennek a zenekarnak a billentyűsét köszöntöm most nagyon nagy szeretettel. Köszönöm itt a stúdióban, Esze Zsoltot, szervusz Zsolt, és ezen kívül pedig az intézmény remek zongoratanáraként ülsz itt. Először is hadd mondjam el, hogy a többieknek is mondanom kellett volna, de talán majd nézik ezt az adást és hallják ilyen formában is. Csodálatos volt, ahogy játszottátok itt a felvételek alatt ezeket a dalokat, amiket egyébként a televízió nézők már eddig vagy láthattak, vagy éppenséggel majd a mai adásban ismerhetnek meg. Szóval csodálatosan szólt a muzsika, csodálatosan szólt a zene. Köszönjük. Ma veled nyilván zongoristaként a zongoráról fogunk beszélgetni, de ahogy itt a stúdió bejáratában összeakadtunk, azonnal gyorsan le is szögeztük, hogy majd különbséget teszünk a szintetizátor és a zongora között. Egy picit menjünk be a kezdetekbe, a legelejére a történetnek. Lehet-e a zongora előéletéről beszélni? Tudjuk-e például, hogy honnan és mikortól számít a zongora, mint hangszer? Hát talán, hogy az első mai értelemben vett zongorát mikor gyártották, ezt most nem fogom tudni megmondani dátumszerűen. Dátumot egyébként nehéz kérdés, sem. Igen. Nehéz kérdés, de a dátumot egyébként sem tudok megjegyezni, bár illene tudnom szerintem. Hát ugye voltak komoly elődök, mit tudom én, a fortepiano, ami egy más jellegű mechanikával rendelkezett, de már ugye akár a mai angol, illetve bécsi mechanikát is meg lehet különböztetni. A bécsi volt a régebbi mechanika, illetve ezeknek a billentyűs hangszerek, most mondjuk billentyűs hangszernek, ne csak zongorának, volt ugye még a csemballó, de hát számtalan orgona, ami ezt megelőzte korban. Templomi orgonák, igen. Tehát rengeteg billentyűs hangszer kísérlet volt, egészen nem is tudom hány száz évre visszamenőleg, amiből aztán kifejlődött. De egyébként ez a fejlődés a mai napig nem állt meg. Ez nagyon jó, hogy mondtad, hiszen ebbe bele is kapaszkodnék. Kiváló zenész társaiddal és tanár kollégáiddal beszélgetünk arról, hogy az eddig szóba került hangszerek közül mindegyik esetében egy nagyon komoly technikai fejlődésről beszélhetünk. Én azt hiszem, hogy az általad említett billentyűs hangszerek esetében, meg aztán ez különösen igaz, ha csak belegondolunk, hogy a templomi orgonákból elindulva ma ott tartunk, hogy pici kis egy-két oktávos szintetizátorokról is beszélgethetünk. Igen. De mi azért maradjunk szigorúan a zongoránál. Zongora. Mondjuk óriási különbség van egy hatalmas versenyzongora és egy kis pianino között is. Így van. Eleve a pianinót azt a hely kihasználás érdekében fejlesztették tovább. Ugye az alapvető különbség, hogy a húrok függőlegesen, illetve hát a függőleges síkban helyezkednek el, nem pont függőlegesen, és úgy van ráillesztve előről a mechanika. A hagyományos értelemben vett hangversenyzongoránál pedig ugye vízszintes síkban helyezkednek el ugye a húrok, és a kalapácsok általában alulról ütik meg. De ugye nagyon érdekes a dolognak a fejlődése, mert anyag szempontjából is változik folyamatosan. Tehát ahogy találnak ki egyre újabb és újabb kompozit anyagokat például, egyre jobban szeretnék a fát háttérbe szorítani valamilyen szinten. Tehát vannak erre törekvések, most nem akarok konkrét példákat, bár tudnék, de nem a reklám helye. Tehát nagyon komoly cégek is foglalkoznak azzal, legutóbb egy magyar kezdeményezés is volt, szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek, de volt, illetve hát én láttam számtalan olyan kompozit műanyag, illetve kevlár, illetve a fene tudja már milyen anyagokat használnak fel, egészen érdekes hangélményt nyújtanak. Hát most nem mondom, hogy amikor az ember leül egy komoly Bösendorfer, vagy egy Steinway, vagy egy Yamaha, vagy ebből is aztán rengeteg van, egy Facioli zongora mellé, akkor játék élményben nem éli át újra, hogy hú, hát ez azért nagyon jó. De ezek az új kísérletek, ezek a mai napig töretlenül megvannak.
hangélményt vagy zenei élményt említettél, most egy kicsi zenei élményt adunk a televízió nézőknek, hiszen jön egy dal, amit a tanári zenekar produkál itt a Hangvilla című magazin műsorban, utána pedig beszélgetünk tovább. A kedves televízió nézőket bíztatjuk, hogy maradjanak velünk. Hangvilla, ne csak hallgasd, nézd is! Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők, az előzőekben Hangvilla című magazin műsorunkban a Gurzion Művészeti Iskola tanári zenekara mutatta meg, hogy milyen is a remek muzsika. Nem győzlek benneteket dicsérni, és a szívemből, de tényleg telő összes őszintességgel mondom, hogy fantasztikusan muzsikáltok, és élmény volt hallgatni ezt a dalt is. Ez a Cantaloupe című felvétel volt. Ez egy modernebb, mondhatjuk, már-már funkisabb, poposabb és jazzes elemekkel teletűzdelt felvétel volt. Ebben a műsorsorozatban most az első 5 adásunkban mindenképpen a jazz lenne a témakör, vagy ezt próbáljuk egy kicsit körüljárni. A jazz muzsikában a zongora előkelő helyet foglal el, azt hiszem. Mindenképpen. Ráadásul ugye a zongora az a hangszer, ami a legnagyobb hangterjedelemmel rendelkezik, tehát nem véletlenül van az, hogy általában a hangszeres tanulásnál mindig egy kötelező elem a zongora tanulás. Uh-huh. Ugye a harmóniákat át lehet látni egészen ugye a szubkontra-kontra oktávtól ugye a 3-4 vonas oktávig, és ha akusztikus zongoráról beszélgetünk, ugye akkor a polifonitás az valós, tehát ott az összes hang egyszerre megszólalhat. Ami mondjuk az elektromosokon azért nem így van, ott korlátozott a dolog. Úgyhogy igen. Úgyhogy mindenképpen előkelő helyet foglal el. Igen, szolisztikus hangszer a zongora, és ez most szerintem nagyon érdekes kérdés, vagy kísérő hangszer, mert ha most engem megkérdezne erről valaki, akire azt mondanám, hogy tulajdonképpen mind a kettő, hiszen a zongora az, ami nagyon virtuóz dolgokat meg lehet mutatni. De ezzel együtt gyönyörűen lehet kísérni például egy énekest, de bármilyen produkciót. Szóval én azt hiszem, mind a kettőben brilliánsan alkalmazható. Hát, attól függ, hogy ki hogy kezeli, ki hogy és mit játszik rajta. Uh-huh. Nyilván ez stílusfüggő, ízlésfüggő, stb. Tehát bármikor válhat szólisztikussá egy produkción belül úgy, hogy ugyanabban a produkcióban előtte mondjuk kísérő szerepet töltött be. Tehát ez már azon múlik, hogy ki játszik rajta, meg hogy... Na, Esze Zsolt fog most játszani, kedves televíziónézők. Esze Zsolt pedig megmutatja, hogy milyen, amikor szólisztikusan szólal meg a zongora. Egy rövid bejátszást fogunk most hallani tőled. Azt hiszem, a Cantaloupe című felvételből egy szólisztikus részt emeltünk ki, ahol a zongora kerül előtérbe. Ezt nézzük most meg együtt. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Kedves televízió nézők, hölgyeim és uraim, Hangvilla című magazin műsorunkban a zongoráról beszélgetünk Esze Zsolttal, remek zongoristával, és az előbb téged láthattunk, a már említett szóló kifejezésre ad utaljak ismét, szólózni a hangszereden. Te egy szeretsz inkább előtérbe kerülni zongorista vagy inkább így hátul kísérem a produkciót? Melyik a kedvenc pozíciód? Ez számomra azért provokatív egyébként a kérdés, de örülök neki, mert ugye mi azért 90%-ban vendéglátóban produkáljuk magunkat, ahol viszont nyilvánvalóan egy abszolút háttér
szerepet kell, hogy betöltsünk. Uh-huh. Viszont a karakteremnél fogva én azért nagyon szeretem, hogyha én vagyok az előtérben, és szólózhatok, és tényleg hosszú, elmélyült, vagy agyament szólókat tudok kreálni, illetve van lehetőség, hogy tudok az túlzás, mert tanulom folyamatosan a dolgot, tehát nincs vége, fölülről nyitott a rendszer, de szeretem, hogyha van terem és lehetőségem arra, hogy minden őrületet, amit kitalálok, azt valahogy bejátszom. Na most erre sajnos nagyon minimális a lehetőség. Én azt hiszem, és akkor majd gyorsan kijavítasz, ha tévedek, hogy itt sok hangszer szóba került már, hogy mi lehet a kedvence a fiataloknak és egyáltalán. Szerintem, ha mondjuk most megkezdnénk 10 fiatalt, abból tudja, hogy a legtöbben énekesek szeretnének lenni. Kovács Gergő szerint nagyon sok dobos szeretne lenni, aki egyébként basszusgitáros. Szerintem sok gitáros is igen. Mindenképpen, hiszen az ugye egy front szerepkör. Szerintem legalább annyian ülnének szívesen a zongorához. Hogy látja a tanárember? Biztos. A mai trend, én ugye tanítok egy nagyon komoly zeneiskolában, ahol nevesíthetjük egyébként, tehát ugye a Gorzium művészeti, tehát a Gorzium művészeti szakgimnáziumban, és 21 néhány éve, és évről évre észreveszem, hogy meg kell küzdjünk, egyre nehezebb megküzdeni azzal, hogy fel van pörögve a világ. Uh-huh. Tehát a mai fiatalok megnyomják a gombot, és azonnal akarják látni az eredményt, rögtön. Na most a zongora tanulás, általában a hangszeres tanulás, de a zongora az aztán különösen nem ilyen. Tehát ott egyszerre kell zeneelméletben, technikában, hangszerkezelésben, összhangzattamban, szolfésben sorolhatnám, és ezekkel egyszerre kell haladni, párhuzamosan, egymással, egy szinten, ahhoz, hogy a produktum az az ő számára is élvezhető legyen. Tehát érted ebben a fonákot. Tehát egész addig, amíg nem jut el technikailag arra a szintre, hogy meg tudja ütni a hangszert rendesen, tud billenteni hosszú időn keresztül a gyakorlás miatt. Egészen addig, amíg a harmóniákat nem ismeri meg, hogy le tudja őket játszani két kézzel. Amíg mondjuk a függetlenítése nem alakul ki ritmikailag, hogy a 10 ujját tudja független ritmusokkal játszani, addig nem tud önmaga számára sem élvezhető produktummal előállni. Uh-huh. És itt hal meg legtöbbször a parti, ahhoz viszont ugye naponta kell 1-2-3 órát gyakorolni. Tehát igazából nekünk, tanároknak szerintem most ez a legnagyobb feladatunk, hogy igen, annak ellenére, hogy nem ülnek le általában 3 órát gyakorolni, annak ellenére kihozzunk valami olyat, hogy legyen kedve odaülni, és de jó, csináljuk, gyerünk. Uh-huh. Na és akkor itt jön a technikai segítség, ugye, ami nem csak a zongoratanulást illeti, hanem ugye a szintetizátor, és akkor... Ez egy nagyon nagy problémakör, azt hiszem, de a problémakör lehet, hogy nem áll meg tökéletesen, hiszen nagy előny is a technikai fejlődés. Hát ma már olyan megoldásokat tudnak akár a diákok is alkalmazni, amiket mondjuk a te vagy a mi generációnk nem biztos, hogy a zenében tudott, akár egy közösségi portálról letölthető lecke, akár egy olyan technikai segítség, mint a digitális metronom, és még rengeteg dolgot sorolhatnánk. Ha már a technikai fejlődés és a technikai segítség, gyorsan különbséget is kell tennünk, amit az elején mondtam, a zongora, tehát a klasszikus értelemben vett tradicionális zongora és a szintetizátor között. De a kettő között, majd biztos elmondott te is, van egyfajta átmenet, az elektromos zongora. Igen. A két végletet nézzük először, azt talán egy kicsit könnyebb lesz. Ugye a szintetizátor a szó klasszikus értelmezésében elektronikusan keltett hang és az azzal való játék. Az, hogy ezt a hangot hogyan szólaltatja meg az ember, jelen esetben egy klaviatúrára kiosztva, ez a hangszernek a specifikus jellemzője. De egyébként vannak nagyon érdekes ilyen típusú hangszerek, nem tudom, a teremin, lehet, hogy rosszul mondom, ez rémlik-e. Kedves televíziónézőket kérjük, hogyha rosszul mondta Zsolt, akkor írják meg nekünk. Igen? Ez is egy szenzációs szintetizátor alapú hangszer, de tulajdonképpen egy gerjesztett elektromos mezőben mozog az ember keze, és azzal találja meg a hangnak a dinamikáját, meg a hangmagasságot. Na mindegy, tehát az maga a szintetizátor, mint olyan, az egy rendkívül sokoldalú dolog, és állati izgalmas, uh-huh. nagyon érdekes. Uh-huh. Új hangzásokat hozott a zenébe. Nyilván nekünk ezeket ugyanúgy meg kell tanulni, kezelni, meg kell tanulni az új technikákat, megismerkedni velük, és rögtön be kell építeni valahogy az oktatásba. Úgyhogy
Ez azért egy nagy feladat, de én azt hiszem, nyugodtan mondhatom a többi tanárkollega, akik itt is voltunk, hogy szerintem mindegyikünk up to date, tehát hogy, hogy abszolút napra készen próbáljuk követni, és alkalmazzuk rögtön az oktatási folyamatban. A beszélgetésünk vége felé közeledve meg kell, hogy kérdezzem tőled. Ebben az öt adásban sokszor említettem már a jazz a témánk, és a jazz zene köré próbáljuk egy kicsit építeni ezeket a beszélgetéseket. Mutatkozik-e igény ma arra, hogy valaki bárzongorista, jazzzongorista, és a jazz zenében szeretve, lubickolva bontaná ki a karrierjét? Akár a te tanítványaid között is. Vagy inkább a pop és a modernebb zenék viszik a prímet? Igen, szerintem maga a fogalom, maga a fogalmi háttér az szerintem zavaró lehet, hogyha éles különbséget akarunk tenni a műfajok között. Ma már annyira összefüggenek egymással, tehát számtalan rap, pop számba hallhatóak olyan, mondjuk azt, hogy jazzesebb betétek, vagy jazzesebb szólisztikus részek, ami tulajdonképpen mondhatom, hogy jazz. Tehát, hogy nem is feltétlenül jazzzenészek akarnak lenni, hanem valamilyen szólisztikus sztárok, vagy nem tudom micsodák, aminek természetesen része az is, hogy meg kell tudni improvizálni. És ezt csak azért mondom az improvizációt, mert a magának a jazzzenének a, szerintem a legfontosabb eleme az improvizáció. Tehát ha improvizálni meg tudom tanítani a növendéket, bármilyen szinten, akkor elindulhat a jazzzene irányába. És akkor mondhatjuk majd, hogy lesz belőle mondjuk jazzzenész. Az, hogy ők mennyire akarnak kifejezetten improvizálni, meg jazzzenészek lenni, hát ez 10 év tanulás után már úgy körvonalazódik. Most akkor kedves televízió nézők, ezzel a kérdéskörrel zárjuk le a mai beszélgetésünket. Ezt a műsort egy hét múlva folytatjuk majd itt. Esze Zsoltnak nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy annyi mindent megtudhattunk a zongoráról, és még annyi mindent nem, de azt is mondjuk el, hogy lesz még lehetőségünk beszélgetni, és bíztatom is a televízió nézőket, hogy legyenek velünk pontosan egy hét múlva is. Hangvilla című magazin műsorunkat látták. Köszönjük a figyelmet! A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.